Mind a ketten 3 gyermekes édesapák vagyunk, így a gyermekvédelem nálunk a politikai feladaton túl szülői kötelességet is jelent. Gyakorló apaként jól látjuk, milyen veszélyek leselkednek a gyermekeinkre. Az egyik ilyen az energiaitalok gyermekek általi fogyasztása, sokszor egyébként napi fogyasztása. A mentőszolgálat az elmúlt 4 évben átlagosan évi 100 olyan esetet rögzített, ahol 18 év alatti gyermeket energiaital miatt kellett kezelni. Tehát teljesen világos, hogy az energiaitalok fogyasztása 18 éves kor alatt egészségügyi kockázatot jelent. Ezért úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben lépnünk kell. Az elmúlt években több olyan súlyos eset is napvilágot látott, ami megerősítette a személyes tapasztalatainkat. 1 éve 60-ban az iskolában halt meg egy 14 éves fiú, szívleállás miatt, az eset előtt is energiaitalokat ivott. Beszéltem tanárokkal is, akik megerősítették, hogy gyakori jelenség az iskolában, hogy a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán. Szerintük azért, mert akkor múlik el a hatása a reggeli iskolakezdés előtt elfogyasztott energiaitaloknak. Egyértelmű tehát, hogy ebben az ügyben lépnünk kell. Ezért most arra kérjük a frakciószövetségünket, hogy vizsgálja meg a javaslatunkat, egy olyan új szabályozás lehetőségét, mely alapján 18 éves korig, hasonlóan az alkoholhoz, az energiaital vásárlása és fogyasztása is betiltásra kerül.